Tari Judit, Tita Anilla és vendége folytatja itt a stúdióban. Jó reggelt, szervusz György, első vendégünk ma Rácz János, a Veritas történésze. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Azt szokták mondani, vagy én ezt olvastam több tanulmányban, hogy 1956. október 23-a valójában 1945 után kezdődött, de hogyan is jutottunk el a világháborútól a forradalomig? Én azt gondolom, hogy még előrébb kell egy picit kezdeni az eseményeket, valahol 1943-ban Teheránban kell fölvennünk a események fonalát. Én azt szoktam mondani az 56-osokra, hogy kicsit ilyen teheráni generáció. Tehát, hogyha megnézzük az 56-os korösszetételt, tehát az 56-os részvevőknek a korösszetételét, illetve az áldozatoknak a korösszetételét, akkor azt látjuk, hogy a 25 év alattiak jellemzően, akik hogy a leginkább adták a gerincét az áldozatoknak, illetve a résztvevőknek is. És hogyha még kicsit mélyebbre szeretnénk fúrni, akkor az 1936-37-ben születettek, tehát a 19-20 évesek a második világháború után az első generáció, akik fölnő, akik 56-os forradalomban részt vesznek, tehát a gerincét alkotják. 43-ban, amikor a teheráni konferencia van, ők már ugye kisgyermekek, és ők ajándékba kapnak valamit, és ez nem más, mint a szovjet vörös hadsereg megérkezése Magyarországon. Ugye, és Teheránba dől el az, hogy nyugaton lesz az amerikai partraszás, illetve a szövetséges partraszás, ugye az angol száz hatalmak oldaláról, illetve a másik részről pedig Kelet-Közép-Európában majd egy szovjet megszállás fog megtörténni, tehát ők fogják ezekről a területekről a nácikat kitakarítani, és átveszik a hatalmat, és nyilván ebből már lehetett következtetni arra, még senki nem tette ezt meg, hiszen volt egy két éves közjáték 45 után, hogy előfordulhat majd egy szovjet átalakulás Magyarországon, egy kommunista átalakulás Magyarországon, ami az egész társadalmat át fogja hatni. Hogy ez mit jelent egészen pontosan a fiatalokra nézve, és mondjuk egy Rákosi rendszer, amiről talán kevesebbet szoktunk beszélni, de 56 kapcsán, és ha már a fiatalokról beszélünk, akkor nyilván módunkban áll egy picit mélyebbre fúrni a történetben. Az egyik része az a dolognak, hogy nincsen vége a származási megkülönböztetésnek a második világháború után. Hiszen ha valaki mondjuk dolgozóparaszt származású, akkoriban ezt így mondták, vagy munkás származású, annak nagyobb esélye volt arra, hogy mondjuk egyetemre kerüljön, főiskolán tanuljon. Igen, mint csak egy... itt más alapon volt a megkülönböztetés. Így van, itt származási alapon történt a megkülönböztetés, 1938-at vették egyébként küszöbévnek, tehát aki azt vizsgálták, hogy 1938-tól kezdve az adott fiatalnak a szülője az milyen foglalkozást töltött be. Ha valakinek földje volt, több volt az a föld, például 40 volt, akkor nyilván kulák származásúnak minősítették a Rákosi rendszerben, és azért nem tanulhatott, azért nem szerezhetett mondjuk gimnázium érettségit. Akkor, hogyha például valakinek foglalkoztatottja volt, kisipart űzött, de volt egy olyan ember, aki alá dolgozott segédként, vagy bármilyen más módon, vagy például malomtulajdonos volt, és malmos volt, hogy a korszakban mondták, és neki volt mondjuk egy molnár segédje, ő is mondjuk munkás elnyomónak számított, vagy hogyha egyedül űzte ezt a foglalkozást, például lakatos mesterként egyedül dolgozott önállóan, az egyéb kategóriába került, és hát ez mind azt eredményezhette, hogy előfordult, hogy az illető fiatalember éppen ezért nem került be, vagy fiatal hölgy nem került be a felsőoktatásba. A legérdekesebb esztendő ebből a szempontból 1955, hiszen előre megírták az egyetemeknek azt, hogy pontosan a dolgozó paraszt és a munkás származások milyen arányt kell kitenniük a felvételiken. 55-ben azt írták, hogy 67%. Hát ezt nem lehetett előállítani, hiszen nem volt annyi tehetséges munkás és dolgozó paraszt származású, hogy föl tudják őket venni az egyetemekre, és egy 57-ben általam megtalált nemrég iratban azt olvastam, hogy föl kellett venni elégtelen eredménnyel is diákot az egyetemre 55-ben, egy évvel a forradalom előtt. Ez azt is jelenti, hogy voltak olyanok, akik éppen nem is tudtak ezért bekerülni, hiszen annyira emelték ezt az arányszámot, hát ők is ott voltak nyilvánvalóan 56. október 23-án, azok a munkás fiatalok is ott voltak, akiknek már elegük volt a norma rendszerből, olyan határokat állapítottak meg a munkavégzés során, amit már nem lehetett teljesíteni, és hát ez már a megélhetést veszélyeztette, és minden egyéb, tehát ezek ellen nyilván föl kellett lépni. Illetve hát ott volt a remény a fiatalok számára, ami lényeges, hogy a remény nélkül nincsen élet, és a fiataloknak pedig különösen szükség van arra, hogy tudják folytatni. Kettő útról táplálkozott ez a remény. Az egyik 1947-et kell megemlítenünk küszöbévnek, a
Truman doktrina meghirdetését, amely kimondta az amerikai oldalról, hogy föl fogják szabadítani ezeket a területeket, vissza fogják innen szorítani a Szovjetuniót, és ennek a legsikeresebb terméke a Szabad Európa Rádió, tehát a propagandaadó lett az amerikai propagandaadó, amelyben ugye a fiatalok bíztak, hogy valóban lesznek változások, és az amerikaiak valóban fognak tudni segíteni ezeken a területeken. Ez volt az egyik láb. A másik láb pedig egy konkrét esemény, az 1955-ös májusi osztrák állam szerződés, amelyben egy velünk határos állam, amely több hatalmi megszállás alatt volt, onnan kivonultak a szovjet csapatok, egy független, semleges állam lett, és nyilván a fiatalokban ez azt indukálta, hogyha Ausztriának sikerült, tehát ez a Bécsben sikerült, előre, így van, akkor önket. Magyarországnak miért nem sikerülhetne? Na most a fiatalok nyilván naívak voltak, de hát azt nem várhatta el tőlük semmi, hogy ők ilyen világpolitikában vagy geopolitikában gondolkoznak, és megértik azt, hogyha a Szovjetunió elengedte Ausztriát, no de pláne nem fogja elengedni Magyarországot, hiszen Magyarország ezzel közvetlenül határossá vált a szabad világgal. Egyébként mennyire lehet átadni a mai fiataloknak ezt az üzenetet, vagy azt az életérzést? Ugye ma, amikor bárki utazhat bárhova, mindenféle technikai dolgokkal vagyunk körülvéve, és tulajdonképpen oda mehetünk, és akkor, amikor akarunk, aki akar templomba jár, az jár templomba, aki nem akar, az nem jár templomba, és még sorolhatnánk ezeket. Hogy lehet nekik átadni azt a világot, vagy azt a hangulatot, ami akkor volt? Én ezt általában azt szoktam javasolni, hogy egyéni példákon keresztül kell bemutatni. Tehát be kell mutatni egy akkori fiatalnak az életét, hogy miről szólt az ő élete. Miről szóltak a küzdelmeinket, aki körülbelül így akkor van, voltak így fiatal. Van, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalok beszélgessenek az idősebbek, és megértsék azt, hogy ez egy háborús generáció volt. Tehát nagyon sokszor elhangzik a fiatalokkal kapcsolatban, de régebben volt jellemző, elnézést engem ez történészként roppant mód felháborít, hogy a fiatalok itt ilyen gyerekkatonák voltak 56-ban. Nem erről van szó. Először is október 23-án nem azért mentek ki az utcára ezek a fiatalok, hogy lövöldözzenek. Ez egy békés tüntetés. Így van, egy békés demonstrációnak indult az eseménysor. De ellenben ezek a fiatalok gyerekfejjel megérték a második világháborút. Tehát az, hogy az utcán lövöldözés van, hogy uram bocsán, holttestek feküdnek az utcán, hogy jönnek a szovjet csapatok, hogy ott mindenfajta garázdálkodás folyik, ezeket ők megélték első kézből. Vagy hogy le kell menni egy légoltalmi pincébe, ahol nem lehet beszélni annyit, mi most, amit itt beszélgetünk, hiszen akkor egymás elől elszívnánk az oxigént, és az hát egy idő után problémákat okozna. Ezek napi szintű tapasztalataik voltak a fiataloknak. Nyilván nagyon nehéz ezt közelhozni egy olyan fiatalhoz, aki mondjuk az okostelefonon keresztül ismeri meg a világot, de a szabadság eszményeket, azokat igenis át lehet adni, és nagyon fontos, hogy a idősebb generációkkal a fiatalok valami kapcsolatot tudjanak kialakítani. Itt a fiatalok összetétele az, hogy nézett ki? Ugye tudjuk, hogy a műegyetemen indult el az egész, a napi események sorozata az volt az egyik legfontosabb kezdőpont, de mondjuk szociológiailag, társadalmilag hogy nézett ki ez a csoport, aki a magját jelentette az 56. október 23-i eseményeknek? Rendkívül vegyes volt ez a társaság, és én azt szoktam mondani 56-ra, hogy itt most a politikát, hogyha félretesszük, volt egy olyan pillanat, amikor politikai meggyőződéstől függetlenül mindenki egyetértett abban, hogy egy független, szabad, demokratikus Magyarországot kellene építeni valami úton, módon. Tehát ugyanúgy ott meneteltek a volt diszesek, időközben már mefeszes diákok, ott voltak ugye a pesti bölcsészkarosok, és ott voltak a délután becsatlakozó, munka után becsatlakozó munkás fiatalok, ugyanis a műegyetemisták nagyon okosan figyeltek arra, hogy erről az egész tüntetésről, demonstrációról értesítsék a munkás fiatalságot is, tehát már a munkába menet előtt elszórták nekik a 14, illetve 16 pontot. Azért mondok 14-et, mert nem tudtak két oldalra nyomtatni, tehát a 16 pontból, amit elfogadtak, gyakorlatilag 14 pontos röpcédulákat szórtak szét a munkásoknak, és felhívták a figyelmüket arra, hogy 3 órától ők megindítanak egy demonstrációt, amihez nyilván lehet csatlakozni, és csatlakoztak is. Tehát társadalmi, szociológiai és gyakorlatilag politikai nézetektől függetlenül bizonyos dolgokban mindenki egyetértett, és hát fölhozták ugye Nagy Imre nevét is, ma már ezzel kapcsolatban is viták vannak. Én azt gondolom, hogy Nagy Imréről mindenki tudta azt, hogy moszkovita politikus, mindenki tudta azt, hogy egy kommunista politikusról van szó, viszont úgy gondolták, hogy ez az a maximum, amit el tudnak érni 23-án, és hogyha ezt elérik, és legalább az 53 és 55 közötti időszakot visszahozzák, már azzal is előbbre léptek ahhoz képest, ami ugye addig történt. Miért nem tudott az akkori kommunista vezetés mit kezdeni az eseményekkel, hiszen azt mondják a feljegyzések, hogy már napokkal előtte, vagy hetek előtte érezni lehetett, hogy feszültség van a levegőben, és valami történni fog. Talán információk is szivárogtak erről, de mégsem tudott a kommunista vezetés mit kezdeni ezzel. Miért?
Egyrészt ugye Moszkvában is ugye tudjuk, hogy hatalmi harcok és minden egyéb folyt. Tehát, igen, akkor nektek, ugye voltak törésvonalak. Igen, tehát hogy voltak törésvonalak nyilván a Szovjetunióban is, és hát Magyarországon is voltak különböző törésvonalak. Én azt gondolom, hogy a Szovjetunió, és különösen a szovjet az kommunista párt vezetése hozott egy rendkívül rossz döntést, amikor leváltották 56. július 18-án Rákosit. Nem Rákosi menesztése volt a rossz döntés, hanem az új embernek a úgymond új ember, de egy régi emberre tették le a voksukat, Gerő Ernőre, aki már akkor sem bírta igazság szerint a Magyar Dolgozók Pártján vezetőségének a feltétlen bizalmát. Tehát ahelyett, hogy megpróbáltak volna valami integratív személyiséget keresni, éppen egy olyan szemét kerestek, aki önmagában is megosztó volt a párton belül is, és a Nude pláne az utcán. Tehát ugye, társadalomban meg főleg, és egy elfogadhatatlan szemét sikerült már nyáron megválasztani. Aztán ugye itt volt a egyre fokozódó jugoszláv ügy, tehát a Tito és Ruscsov féle közeledés, ami 53 óta amúgy is esedékes volt, és folyamatosan folyamatában volt. Előjöttek a régi ügyek, a Rajk ügy, ugye tudjuk, hogy a Rajk újratemetésé megtörténik október 6-án, tehát hogy minden olyan esemény benne van ebbe a képbe, ami azt indukálja, hogy most lehet lépni, mert most van esetleg rá lehetőség, hogy ki lehet menni az utcára, és ne felejtsük el, hogy a hatalom nem tud mit kezdeni ezzel az egész demonstrációval. Először betiltják, hogy akkor ne legyen. Aztán rájönnek arra, hogy úgy is lesz, tehát a fiatalok nyilván nem fogják annyiba hagyni az eseményeket, tehát ők akkor is ki fognak menni az utcára, hogyha megtiltják. Milyen ilyenkor a teendő, akkor mégiscsak engedélyezzük. Tehát, mintha mi nagykegyesen megengedtük volna, hogy ők kimenjenek az utcára, és ezt már a Magyar Rádió is közli, 3 órakor kezdődik a tüntetés, de 2:30 előtt pár perccel bemondja a Magyar Rádió, hogy engedélyezzük a tüntetést, anélkül is kimentek volna már a fiatalok. Mi történt ezután? Hát itt az események majd több szálon folynak tovább, 5 óra után nagyjából szétválik, majd 5-6 óra között szétválik majd a tömeg. Egyesek elmennek ugye a egyik követelést végrehajtani, a Sztálin szobrot eltávolítani a Dózsa György útról. Vannak, akik a rádióhoz igyekeznek azért, hogy beolvassák azt a bizonyos pontsorozatot, illetve vannak, akik a parlament előtt vannak, és várják, hogy megérkezzen Nagy Imre, és Nagy Imre majd valóban fog beszélni, csak előtte más is beszél sajnos, este 8-kor Gerő Ernő hangja szól a rádióból, és hát nem egy túl pozitív beszéd, de illeti azokat, illetve jellemzi azokat, akik akkor az utcán tartózkodnak, nacionalisták, soviniszták, antiszemiták, tehát kvázi lefasisztázza a tömeget. Nyilván a tömegben ez egy óriási közfelháborodást kell teljes joggal, és akközben pedig a rádiónál is folynak a tárgyalások, közben ugye dől a Sztálin szobor. A rádióban viszont Benke Valéri, a rádió elnöke, felsőbb utasítása nem engedi beolvasni ezeket a pontokat, trükköznek, először oda visznek egy közvetítő kocsit, amire gyakorlatilag fölállnak, fölküldik az egyik fiatal lányt, aki ott van, ő a Kozmoszki Edina, a piros kabátos lány, ugye ma már így ismerjük a történet. Egyébként ő még él szerencsére, tehát köztünk van. Ő ennek a bizonyos 10-es delegációnak az utolsó tagja, utolsó élő tagja, aki majd bemegy a rádióba, és megpróbálják ott beolvasni a pontokat. Se a közvetítő kocsiról, amikor olvas, nem hallatszanak a pontok, se bent nem jutnak eredménye. Ráadásul ugye elterjed a hír, hogy hát a delegációt elfogták. Ez is történik, tehát fogva tartják őket, és hogy valamit lépni kell. Ez eljut természetesen a parlament elé is, és a hatalom, hogy reagál, sortűzzel a rádióból, és hát nyilván ez indukálni fog eseményeket, fegyvert kell szerezni, és innen már nem egy demonstrációról beszélünk este 9 órától, nem arról beszélünk, hogy egy békés felkelés, hanem ez az egész átcsap egy forradalomba, majd a szovjet csapatok megérkezésével tovább megyünk majd a szabadságharc irányába. Ugye Magyarország, vagy mi magyarok szeretünk arra büszkék lenni, hogy itt 56 októberének eseményei elindítottak valamit, és ennek mi voltunk itt az első. Mi voltunk azok, akik megtették az első lépést, és ugye az egész szovjet rendszernek a felbomlása, az tulajdonképpen valahol itt indult el, hogy ez volt az első mérföldkő. Hova lehetne elhelyezni világtörténelmi szempontból 56-ot? Rendkívül fontos. Én azt gondolom, hogy keveset szoktunk róla beszélni, de nem csak Kelet-Európában voltak kommunista pártok, hanem nyugaton is.
Tehát mondjuk egy francia kommunista párt, vagy egy olasz kommunista párt sokáig kormányzati tényező 1945 után. Vagy beszéltünk olyan picurka kommunista pártokról, mint a brit kommunista párt, vagy még az Amerikai Egyesült Államokban is van kommunista párt, hogy milyen hatást gyakorol a baloldali értelmiségre Európában a magyar forradalmi szabadságharc. Hát Kata az is elejével hat, onnantól kezdve elutasítják a sztálini típusú diktatúrákat, elutasítják a szovjet út követését, önálló utakat keres majd az európai baloldal, egy olyan csapást kap az európai kommunizmus, amit utána nem is tud kiheverni. Ugyanakkor a kommunista vezetés megpróbálta elhazudni egy 56-nak a jelentőségét. Miért és hogyan? Nyilván, ugye ez már kicsit már 56. november 4-e után jutunk el. Mindenki tudta, hogy ebben a forradalmi eseményben a társadalom teljes perspektívája részt vett, tehát mind a fiatalok, mind a munkások, mind a fiatal munkások, ha így tetszik, és hát ezzel valamit kezdeni kellett egy olyan kormánynak, aki majd ugye Kádár személyében forradalmi munkásparaszt kormánynak nevezi magát, holott majd éppen a munkásokat és a parasztságot zárják nagy arányban a börtönben, tehát el kellett ezt hazudni, nyilván rá kellett fogni a nyugati imperialisták akna munkájára, a volt hortista katonatisztekre, és mindenfajta manővereket kellett kitalálni amerikai propagandára, illetve Nagy Imrékre, tehát a párt belső ellenzékére, azt, ami ezt okozta, hát nyilván egyik sem volt igaz. És ugye tudjuk, hogy utána mik következtek. Rácz Jánosnak nagyon köszönjük, hogy itt volt. Én köszönöm, hogy itt lehettem.